Hóbolyóztak, szánkóztak is, láthatóan minden pillanatát kihasználták a téli időjárásnak ezek a tolnai gyerekek. Tolna megyében már pénteken elkezdett esni a hó, szombat délig mintegy 10 cm hó esett. Tolnán megtették a szükséges előkészületeket, így járhatóak voltak az utak. Pénteki nap folyamán egy előkészítő munkát folytattunk, végig lett szórva sikosságmentesítő szóróanyaggal valamennyi utunk, illetve hát az esti egyeztetésen Kft. Vezetőjével már úgy gondoltuk, hogy hajnali 4 óra környékén indulni kell. Ez volt az ütemezet, 4 órakor el is indultak a gépek. Ennek ellenére a csúszós utakon több baleset történt a megyében, mint egy átlagos hétvégén, mondta a Tolna megyei rendőrfőkapitányság szóvívője szombat délután. Az elmúlt 12 órában összesen 8 anyagi káros baleset következett be Tolna megye útjain. Ennek kapcsán hívjuk fel a figyelmet mindenkinek arra, hogy az időjárási, illetve a látási viszonyoknak megfelelően közlekedjenek. Ez annyit jelent, hogy mindenki a megfelelő követési távolság betartásával menjen az úton, tehát ne menjünk nagyon a másik autónak a közelébe. Figyeljünk arra, hogy abban az esetben, hogyha az előttünk az úton esetleg egy autó megcsúszik, akkor meg tudjunk állni. Ezek pedig már hétfői felvételek. Szekszárdon a Palánki hídnál le volt takarítva az út. Az autósok mégis óvatosan a szokásosnál lassabban hajtottak. Jól is tették, hétfő reggelig összesen 19 autóbaleset történt a megyében. Több autó az árokba csúszott, mások összecsúsztak a jeges csúszós utakon. A tűzoltóknak 3 autó műszaki mentését kellett elvégezniük, mondta Boros Brigitta, a Tolna megyei katasztrófa védelmi igazgatóság szóvívője. Szombaton Dombováron csúszott árokba egy teherautó, illetve ide a dombovári hivatásos tűzoltók vonultak, illetve szombaton délben Bonyhádnál a 6-os úton kellett beavatkozniuk a bonyhádi hivatásos, illetve önkéntes tűzoltóknak, itt is egy kis teherautó sodródott le az útról. Vasárnap este Németkéren volt egy baleset, itt fának ütközött egy személyautó. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint marad a hideg idő, szerdán húszálingozás, gyenge ónos eső, csütörtökön pedig újabb havazás lehet.